Áldás, békesség, szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, ebben a közösségben. Az elkövetkezendő 4 alkalommal együtt kezdjük énekünk után azt a napot. Ezeken az alkalmakon református bibliaolvasó kalauzunk adott napra kijelölt igéjét, az Ószövetségi igét szeretném venni, néhány gondolatot megosztani, amit nekem mondott ez az ige, amit kiemelten szól hozzám, ami az ige kapcsán ébred bennem. Majd imacsoportokba kapcsolódva együtt imádkozzunk az Úrhoz. Erre a mai napra kijelölt ószövetségi ige szakaszunk az 1 Mózes 41 fejezetből, 37. verstől az 57. versig terjedő szakasz. Ebből pedig szeretném kiemelni a 38. verset, találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van. József történetében csatlakozunk be ezen a pár napon, éppen akkor, amikor véget érnek a nyomorúságai. Akkor, amikor a börtön mélyéről mennyei magasságokba kerül. Azt olvassuk, Józsefben isteni lélek van. Ez az isteni lélek adta meg neki, hogy megfejthesse a fáraó álmát. Valójában nem is az álom megfejtése, hanem a mellé adott megoldás, ami döntően hatott József életére nézve. És megfigyelhetjük, mindez azért történt meg, hogy az Úr felemelje azt, akit az emberek megvetettek, és hogy később ugyanezek az emberek felismerjék azt a bűnüket, amelyet ezzel a megvetéssel követtek el. József életének mélységei, a kiszáradt kút mélysége, a börtön mélysége, ahová ártatlanul megvádoltatva került, felemeltetése, mind az isteni akarat, az ő végzése szerint történt, ahogyan történik a mi életünkre nézve is. Istennek mindenek felett áll, és mindent fel tud használni arra, hogy felfoghatatlan, kiismerhetetlen terveit végrehajtsa. Testvérek gyűlölködése, Potifár feleségének hazug vágya, a fáraó döntése, mind az Úr tervének része, megmentse az ő népét. És Józsefről azt mondja a fáraó, akiben isteni lélek van. És bennem azonnal felmerült a kérdés, hogy vajon én bennem milyen lélek van. Milyen lélekkel ülök le a mai napon ide a képernyő elé? Milyen lélekkel kezdem ezt a néhány napot? Tavaly közelebb voltunk egymáshoz, ültünk szeptől szembe, láthattuk, hallhattuk egymást, most pedig kilométerek, vagy sokkal több, akár 100 kilométerekre vagyunk egymástól. De reménységem szerint ugyanazzal a lélekkel. Az ige olvasása közben felvetődött a kérdés, bennem milyen lélek van? Alapot ad erre a kérdésre az, amikor Jézus megdorgálta a tanítványokat. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert bizony nem mindegy, hogy isteni lélek van bennem, vagy egészen más lélek. Ezt a más lelket annyiféleképpen jellemzi a Szentírás, felsorolni is hosszú lenne. Szolgaság lelke, tévelygés lelke, vagy hazug lélek, netalán tisztátalan lélek. Persze igazából nem lehet kérdés, hogy milyen lélek lakik bennem, hiszen az újjászületésben kaptam Isten szent lelkét. Kaptuk Isten szent lelkét, de vajon által jár mindent az életadó áldott lélek, vagy csak ott szunnyad legbelül, ellankadva, elfáradva. Amikor ez a felvétel készült, abban az időben kaptam egy e-mailt, egy megrendítő üzenetet, amelyben szerepel egy gondolat. Vajon a kárhozatban hányan szenvednek azért, mert én nem tettem az Úr Jézusról bizonyságot? Azért, mert a bizonyságtételem erőtelen, lélektelen volt. A mi Úrunk, Jézus Krisztus elmondta, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. És ő ezt megtette, hirdette, vállalta, még a kereszthalált is, miattam, helyettem, érettem. Imádkozzunk ma azért, hogy Isten élő lelke jöjjön, járja át szívünket és szánkat, ébredjen a bizonyságtévő lélek bennünk, ezen a héten megerősödve, életre kapva, töltsön be bennünket. És szeretném még ima közösség előtt jelezni,
hogy emlékezzünk Cseri Kálmán testvérünkre, imádkozzunk naponként az ő ajánlása alapján is. Erre a mai napra, a keddi napra azt ajánlotta ima témánknak, hogy imádkozzunk a házasságokért, a családokért. Adjunk hálát Isten teremtési rendjéért, könyörögjünk, hogy minél többen hittel kössenek házasságot, merjék vállalni egymást, tartsanak ki egymás mellett, vállaljanak több gyermeket. Könyörögjünk a sok gyermekes családokért, kérjük Istent, hogy készítsen meghitt beszélgetéseket házastársunkkal. Most pedig kérem, testvérek, kiki kapcsolódjon az ima csoportjához.